Sziasztok, Tomi vagyok! Én pedig Tomi. És ezúttal valaki különlegesen készültünk magunk mellé. Velem! Srácok, ezen a héten újra valami kis fincsi dologgal járunk elétek, mert hogy van egy nasi boxunk. eBay-ről rendeltük. Nem. Mert hogy? Mire jöttünk rá, Tamás? Hogy bármi lehet benne, a szifilisztől kezdve, a malárián át, bármi. Hogyha eBay-en beírtuk, hogy japán édességek, akkor ilyen... visszaigazolt. Biztos kereskedőktől rendelhettek ilyen boxokat, amiben akár 50 darab különböző kis apró édesség is lehet, ami azért nagy átlagban viszonylag kis aprók, olcsók, és lehetőleg undorítóak. Annyi jó fej volt például, akit most rendeltük, hogy rögtön, mire is megrendeltem, írt nekem egy nagyon jó kis üzenetet, hogy már járt itt Magyarországon, és hogy jövök-e valamikor Japánba. És mész? Sokkal olcsóbb, mint egy Vowbox, nem márkás, viszont reméljük, hogy jó cuccok vannak benne. Átlagban ilyen 150-200 forint per darab áron mozognak ezekbe a boxokba a dolgok, 40 darab cuccunk lesz benne, és körülbelül ezen a mozog. Tehát gyakorlatilag ezek olyan édességek, mint hogyha egy lepukkant éjszakaiban a pénztárnál megvennéd az ilyen 50 forintos cukorkákat, és beraktad egy dobozba. Így van. Amint a turbórágó gumit. Igen. Csak az a fontos, hogy ez japán. Így mint láthatjátok, semmi különleges felirat nincsen rajta. Ha nagyon akar valaki, akkor írhat rá. Laci is mindjárt ezt fogok tenni, mert úgy gondolta, hogy valami nagyon frappáns dolgot fog ráírni. Ja. Sokkal jobb. Tehát ez igazából Yamamoto bácsié. Nem tudjuk, hogy ő igazából milyen foglalkozik, mit csinál. Lehetséges, hogy egy japán újságárus és nem csinál semmit, csak újságokat árul, és úgy gondolta, hogy bemegy a trafikba és vesz pár nasit nekünk. Vagy 6000-ért 3 hülyének. De lehet, hogy biológiai kísérleteket folytat hülye magyar gyerekekkel. Amikor kinyitjuk a boxot, akkor ez fog... Tényleg újságárus. Sose hazudnak. De ha a japán újságot levesszük, akkor pedig ezt fogjuk látni. Sok-sok-sok naskát. Hál' az égnek. Ő itt a Yamamoto. Épp is készült. Nem lehet lefordítani? Adjad már, fingerem lesz a Google fordítónak, hogy ez micsoda. Simán jó lesz. Itt van. A miniszterelnök úgy döntött, túl politikai, amikor szembesül a hétvégén, vágott egy sor, mert régi van szükség. Most találmány szó végrehajtás. Trump amerikai elnök megy előre, a Ichifuku Yutaka Okawa tehetség, az Okawa Box Office összesen ez volt. Ezt meg kell, hogy említsük, hogy a mostani boxról nem kaptunk leírást, tehát fogalmunk sincs benne, hogy mi van. Itt csak az érzékeinkre tudunk hagyatkozni, szemünkre, órunkra, ízlésünkre. Először szemeszültem úgy, hogy van fried chicken. Ez a UFC. UFC. Nagyon kis cuki csomagolása van. Egy aranyos bedrogozott szemű gyerkőc kínálja nekünk. Ez olyan tipikusan, amit a parát tudnék kapni, ha meglátnék éjszaka egy ilyet, így jönne. Ahogy látom, itt a hátulján az mutatkozik meg, hogy ez valami pufiszerűség lesz. Úgyhogy bontsuk ki és kóstoljuk. Hát reméljük, hogy te nem sírka benne. Full ugyanúgy néz ki, mint ahogy a hátulján van. Ilyen kis pufik. Hát ezek ilyen kis mini pufik. Hála Isten, nem tényleg nem sírke. Hú, basszus! Na, kóstoljunk. Finom szerintem. Teljesen jó. Koncentráltok az utóízre. Majd lenyelem. Vagy ilyen sírke bőr. Gyere utóíz. Gyere. 150 forintért meg lehet enni. Ajaj. Csak nem minden ízében narancsos. Csak. Nem. Miről lehet szó szerint a Tamás, így elsőre? Olvasd el, mi van ráírva. Hát ha. Látunk rajta egy pervers vakondot, aki éppen jól lerezik. Nem tudom, hogy akar lenni. A japánok beteg emberek. És itt van az a robotkutya, ami tök menő volt még, nem tudom, 2000-es évek elején. Ez a robotkutya. Szarámi. Lehet szalámi? Szalámi is. Szalámi is. Ua. Ez egy fufi rúd. Ez tökre olyan, mint az a csokis volt. Ez egy chips. Az édes. Az édes, édes a végje. Ja. De az magán... Ilyet, mondtak máskor is.
Nekem azt tetszik, hogy olyan kiszerelésben van, mint hogyha egy, nem is tudom, hát ilyen snack, amit útra el tudsz vinni. Tehát ez nem olyan, ez bárhova befér. Vegyük ki a kövi dolgot a dobozból. Ne nézz oda. Ó! Hát még egy pufi. Még egy pufi, viszont ez most más. Ez a pervez vakond. De a pervez akkor megmarad. Éppen focizik. Úgyhogy pervez vakond, ami focizik, fehér színű, és erre az van, hogy BÁN! Ez most nem üreges. Akkor lehetett töltött. Szag alapján. Hú. Meg tudnátok mondani, hogy mi ez? Borosztó. Ha közelről megnézitek, ilyen cukordarabkák. Én nem látom fönnök. Gyerekek, ez vaníliás. Nem. Ez tömény cukros. Meg vaníliás. Van, volt egy tejfölös hagymás ízesítés, és most egy cukros, vaníliás, tömény cuccot kaptunk. Nekem ez nem jött be. Pervers vakondunk. Mert van még egy pervers vakondunk. Nem állunk azt jelenti, hogy direkt ezt vettem ki. Tényleg nem, nem ezt vettem ki. Mármint, hogy direkt nem ezt vettem ki. Mármint, nem direkt ezt vettem ki. Zöld csomagolású, viszont itt a pervers vakondunk majommal a feje búbján monociklizik egy kötélen. Tehát itt most akkor egy cirkuszban vagyunk lényegében. Igen. Voltunk már az utcáról levezve, voltunk már a focipályán focizva. Az igen. Szép alliteráció. A focipályán focizva. Érte a kosztanítás? Azért jó, mert jó. Ez viszont büdös. Basszus. Tehát ha... Ilyet utoljára... kutyatálva éreztem. Amúgy tényleg, ez nagyon büdös. Mit kerestél a kutyatálva? Te szórakozol, hogy tényleg késsel vágsz el egy... Tessék! Gyerünk! Gyerünk! Egyé! Ennek is chips íze van. Uh-huh. Én ezt mondanám hagymásnak, szerintem az nem volt annyira hagymás. Nem, íze van, hogy én összeöntönjed az összes Lay's chipset, amit ismersz, és az nem hagymás, ezt tudod milyen? Csavapcsics is. De ne! Ezt mindenki látta, hogy nem direkt vette ki. Nem, ő nem, de én láttam. Nem ezt vette, nem direkt, ügynéz. A pervers vakond az űrben van, és egy pervers disznót üldöz. Mi van az kis malacot? Ezek a japán nagyon kreatív. Aki egy malac űrhajóba menekül. Tehát, hogyha asszociálni kéne az adott helyzethez, stimmelő ízhez, felfogalom. Te neze, olyaj. Ez bőrbeteg. Ez nagyon ijesztő amúgy. Ez ketchupos. Nem ketchupos. Ez sosem vegyél nekem parfümöt. Az kacsapos. De olyan fura, hogy... Több, de nem... Cheetos. Igen, az olyan, mint egy kacsapos Cheetos, de mindegyiknek édes utóíze van. Ilyet adtam. Ilyet adtam a kutyának, amikor... Nos, nem az a Dentastix, vagy mi ez? De. Az. Na, srácok. Purina Propran Obtrutration. Ezt csak tudtad, Laci. Na, mire tippeltek, hogy milyen ízű lesz? Banános. Szerintem meg... Szerintem májas. Nem. A viccen kívül nagyon-nagyon jó illata van. Marhahúsos. És csokis lesz szerintem. Ilyen kakaós. Ez finom kakaó. Finom illata van. Én ezt amúgy sósra tippeltem volna. Mi lehet sós? A csillag az édes. Ez van egy jogos. Basta mindenit. Ez nagyon jó. Nagyon finom. Olyan, tényleg olyan, mint a nápoly. De mogyorós. És az a durva, hogy van benne valami krémes, pedig így nem látod elsőre, de nézzétek, csokis belülről. Ki az a fényét is picit. No! Ezt is késsel fogod három felé. Ezt mindenképp. Mit találtál, Laci? Hát ez egy savanyú gumicukónak néz ki. Ez egy bedrogozott üveg. A rózsaszínes szőlőíze van, erőteljes. Egybe. Úgyis. Nem volt annyira savanyú amúgy, nem, egyáltalán, inkább... inkább cukros volt, de úgy nézett, mint egy savanyú. De nem volt igen savanyú. Te voltál, Tomi? Vagy te vagy én most? Én voltam, te vagy. De most a Tomi jön. Ez tippre megint nápoly lesz, de van egy körter... Nem, ez egy betépett padlizsán, vagy ez mi? Ez micsoda? Mangó padlizsán. Egy tök. Egy tök. Tök. Srácok, ez egy tökös csoki. Meg nem mondtam volna. Ízlések egy pofonok. Egészség. Belül olyan, mint egy nápolyi kívül meg csoki. Na mit húztál? Ó. Bogyók. Fogamzásgátló. Srácok, gyógyszerek. Nem tudok erről mit mondani, komolyan szerintem mondom. Szerintem ez egy gyümölcsös cukorka. Látod? Almás, ananászos. Ananász, alma, meg cseresznye. Valamelyik. Valamelyik szezonja van éppen. Ez mi? Menj már! Az egy fogpiszkáló. De várj! A fogadba ragadnak. Ja. Úgy, de profi vagy. Szerintem ez rágó. Én lenyeltem. Ez cukorízű. Ez nem finom. Én totál tudnám enni.
A sárga az... Sárga? A sárga is. A sárga meg inkább citrom. Ki jött a sárga? Aljára 20 kilóval. Na. Megint egy beletrogozott valami. Wasabinu ri. Ajaj. Wasabinu ri. Ez lesz a cucc. Tényesztő. Úristen. Nem ennek, ennek pont olyan színe van, mint az asztalnak. Te lerakod az asztalra és nem találod. Hát, fura illete van. Uha. Kicsorgul a kés. Kább tévd el. Hasonlít a szalonnára. Szalonna bőrkére. Te est... Te, te nem vágható, tök ízés, ilyen... Adok még. Kösz. Nekem nagyját ebben. Nem fog csípni. Nem csíp, csak olyan, olyan baszabb íze van. Ez finom? Az ijesztő ebben az, hogy beveszed a szádba, és nem tudod rágni. Nem csinál semmit, rágod, rágod, és mint a tényleg egy ilyen műnyög zacskót rágnál. Elég fura. Mit kinemdél neked, miket szoktál enni megszokolni? Amúgy nekem az nem ízlett. Nekem ízlett. Nekem ízlett, faszabb is volt. Igen, szeretem a csípősed, de ez valami fura volt. Itt az ideje játszani. Oh. Akkor ez a savanyú for lesz. Ezt nem kell esetleg vízbe vagy valamibe belerakni? Hát megmondom neked minden. Úgy, ha, figyelj, ha már volt itt drogos minden, meg mit tudom én, most küldök drogot. Konkrétan. Na? Zöld almás, az szinte biztos. És elolvadt rögtön a számba. Ahogy nyállal kevered, egyből eltűnt. Úgy igen. Keresem is a számot, nincs sehol. Így nem tudom elképzelni az élethelyzetet, hogy ülök a metron és így hörpintek egy ilyenből. Ó, hát ő ismerős arc. Hello Kitty is. Hello Kitty is. Micsoda? Ez csó? Ez már megint mi? Ez miért van benne? Tetkó. Ez lehet tényleg tetkó. Ez lehet tetkó. Amíg rá kellett valahogy rakni. És akkor a vasalóval így rá. Ez, ez rágó. Nem. Nem? Nem tudom, eltűnik így a szádba. Tehát ez rágó. Ez rágó. Köszi. Mondod a hülyeséget. Ezzel milyen rákot csináljunk? Nem tudom, rakni. Nem. A hagyjuk ott. De nem úgy. Igen, most így... Én lenyeltem. Miből jöttök lesz? Nem úgy tudok rágot lenyelni. Lesz még sok rágunk.